Most pedig csemege kukoricát fogunk főzni. A külső kajait lehúzzuk. Neki meg a bajúszát. A bajúszt. A bajúszt. A külső héját. Na, nézzük. Csukkája. Van neki csukkája. Kimondottan csemege kukorica. Kimondottan főzni való csemege kukorica. Takarmány kukorica az abszolút nem jó. Az is jó, csak aznak is vagy más nem, íze van. Én nem fújjam finomra? Még fő az is, csak más íze van neki. Szoktak azt is főzni. Csak ez kimondottan csemege kukorica. Így a külső részét ezt itt köl alá bélelni, így, ez kész, így, másikat is megpucoljuk, mert sok mindenem ment ez keresztül, mire idáig jutott, megfogdosták. Úgy szokták megnézni a körmükkel, hát ez jó puha, puha főzni. Megvan érve. Másik. Jó meg kell nézni, hogy egészséges legyen a kukoricacső. Így kész. Most pedig beágyazunk alul fölül neki. Ki kell bélelni kukorica csuhéjjal. Így. Alul fölül beágyazunk neki. Betakargassuk. Így. És belerakjuk a kukoricát. Hogy fér bele? Nagy a csomája.
tetejét is be, betakarjuk. Teszünk neki közé is. Így jobban megfő. Hát az íze még a belefő. Ezt így szokták. Teszünk alá is. Így. Így közé teszünk neki. Kukoricacsuhét. Betakarjuk. Na. Jó. Fönt is betakarjuk. És föltesszük főni. Most már megpucoltuk így a vizet. Most már, hát úgy, hogy jó ellepje, úgy. Most már meggyújtsuk alatta a bázlángot. És fő, hát olyan másfél óráig főni kell neki. Egy kis sót teszünk rá. Kukoricát lehet kuptába is főzni. Teszünk rá egy kis sót. Egy tálcát vagy egy födőt, és hagyjuk főni. Így né. Egy óra, másfél óra hosszú. Kell neki, hogy megfűjjön. Így jó. Majd fül. Ez igazi csemege kukorica, de lehet sárga kukoricából is főzni. Mert még gyönge, hát finom az is csak. Ez még finomabb, mert másabb. Hát két óra hosszáig főt. Elzárjuk. Így, és kiszedjük hűlni. Most ebbe szokták kihagyni hűlni, ha mód van rá. Egy csövet el kellett törni, mert nem fél másképp a fazékba bele, hogy a helyet jobban kihasználjuk. Jó nagy csövek.
még vatmacája is van neki. Vatmacája. Nagyon finom illata van. És tessék. Ezt akarom majd ide fölültenni. Így. Na, tessék, jó étvágyat kívánunk. Nagyon finom illata van neki. Na. Finom. Jó étvágyat kívánunk, ha tetszik, lájkoljanak, jelöljenek meg bennünket, mondják el a véleményüket.